A barackot megmosták, magozták, felezték, majd darálták. Így vágtak neki a csapatok a lekvárfőzésnek az édes ételt ünneplő fesztiválon Tevelem. A településen már hagyománya van a nyári közösségi befőzésnek. A programot a helyi székelykör tagjai szervezik. Vendégek pedig nem csak a környező falvakból, de a vármegyei és távolabbi városokból is minden esztendőben szép számmal érkeznek. Igazándiból itt ugye, hogy hagyományosan próbáljuk elkészíteni, tehát hogy cukorral, nem tartósítószerrel, és akkor ezért ragaszkodunk a hagyományokhoz igazándiból. Tehát, hogy a cukor a lelke mindennek, hogy nem szükölködünk vele, hanem legyen benne bőven, és akkor az már tartósít is. Tevelen ezúttal 7. alkalommal szervezték meg a lekvárfőző versenyt. A cél a hagyományőrzés és a receptek megőrzése mellett a közösségépítés volt, ezt mondta a program főszervezője. Csapatok nagy örömünkre nem változnak, és azt érezzük, hogy örömmel térnek vissza, tehát itten akár a Vaskút, Dombóvár, Nagymányok. Sajnos az idén egy szervezés hiba miatt a kis dolog kiesett, mert ma ők egy más rendezvényen, de szintén részt vesznek, úgyhogy egy kicsit fájó szíve vett tudomás, hogy éppen ma nincsenek itt köztünk, de jövőre nem ússzák meg. A késő estében nyúló rendezvényt a résztvevők közös vacsorával zárták.